amit ittam, megégette a számat. Megkérdezte a babám. Régi babám, szeretsz-e még igazán? Nem szeretlek, nem is járok utánad. Találok én szebb szeretőt magamnak. Kis terenyisej haj kidobolta a bíró. Rózsa. Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Bátonyterenyei Képzőművészek baráti köre soron következő kiállításának megnyitó ünnepségén. Külön köszöntöm az alkotót, Mester Elzsikét, akinek a csodás képei mától 2 héten keresztül díszítik galériánk falait. Az imént a Kistenenyei Palóc népdalkör tagjainak előadásában hallhattuk Elzsike kedvenc nótáit. A népdalkörnek jó maga is oszlopos tagja, és mint a dalokban, úgy a képek is megjelennek az élet fontos mozzanatai, mint a szerelem, a szülőfalu és a természet sokszínűsége. A kiállítás megnyitására felkérem Máté Ritát, a Kisterenyei Palóc népdalkör vezetőjét. Hangok, melyek színekké válnak, Mester Erzsébet életmottója, kiállításának címe, alakul át képi formává ezen a tárlaton. Zsóka nézte Németh Mihály tanár úr szobrászkodását. Ahogy befogadta, a későbbre elraktározta Radics István és Ivics László biztatását, és ahogy munkáját is művészként élte és alkotta meg. Évek hosszú sora, lappangó kibontakozása 2014-ben ért be, ekkor alkotta meg első festvényét Vízimalom címmel. Itt említeném Király Mandi festőművészt, aki szeretettel irányítva, mint mester a tanítványt, mint barát a barátot, erősíti meg az úton járó alkotót, biztatva, hogy a saját útjáról ne térjen le, és segítve kibontakozását. Művészi, alkotó tevékenysége sokszínű Erzsinek, mint témákban, mint technikában is. Bátran nyúl a ceruza, az olaj, az akril és az akvarell anyagokhoz, s mérjöl jövő ősi profizmussal használja alkotásaihoz. Tájképein megjelennek Kisterenye egyedi értékei, a kastély, a kocsányos tölgy, a kitekintő című festményei, élettér otthon, biztatva a szemlélőt az odalátogatásra. Ezt az érzést kelti a Maconkai tó megcsillanó tükröződése is. De maga a táj a fák motivumával is élővé válik. Finoman lecsorduló akvarell a fákon átvilágító fényeket, lebegő hangulatot, míg az erős színekkel formáltak erőt jelenítik meg. Ebből a tájból lépnek elő számomra lelket ábrázoló pillangók a maguk egyszerű szépségükkel. Tovább szállva a magányos, a társos emberábrázoláshoz, szó szerint a nagybetűs emberhez, aki érez, ölel, gondolkodik, alkalmazkodik. A kettesben, az úton egy, az úton kettős festményeken
ez érezhetően ábrázolódik. Ebben a sorozatban a realisztikus ábrázoláson túl absztrakt ábrázolás is megjelenik, a Kézenfogva című képen mutatva a művész mindig megújuló útkeresését. A hangok színekké válnak, a színek képekké formálódtak. Szeretettel ajánlom megtekintésre Mester Erzsébet első onnálő kiállítását, és tisztelettel és szeretettel gratulálok neki. Köszönjük Ritának a kedves gondolatokat. És mivel megtisztelte rendezvényünket Nagymajdon József polgármester úr is, szeretném felkérni őt, hogy mondja el gondolatait. Kedves hölgyek, urak, kedves Elzsike! Kicsit csúsztam, elnézést kérek. Sajnos a gyerekek ki kellett menni, és a feleségemet el kellett vinni még a kocsijáig, hogy ide tudjak érni, és 2 percet csúsztam, úgyhogy csak az énekekre értem ide, de igyekeztem eleget a meghívásról, mert te hívtál meg, hogy mindenféleképpen jöjjek a megnyitóra, és hétvégül szóljak egy pár szót, úgyhogy nem én tolakodtam, mindenkinek mondom, Rita után nehéz megszólalnom úgy is, mert mindent összefoglalt, tehát nem tolakodtam, őkért meg, hogy egy pár szót szóljak. Igazából nem is vagyok méltó rá, hogy a Rita méltatása után akár egy pár szót is említsek, csak engedjék meg, hogy azt azért elmondjam, hogy öröm számunkra, hogy a városban ilyen autodidakta művészek vannak, mint Erzsike is, és foglalkoznak a művészettel, és ezt megosztják velünk. Erzsikét régóta ismerem, régen szobrászkodott, ugye, hajkölteményeket csinált, és hajszobrász volt, hogy így mondjam, és te meg átérte a festésre is. Néha gyakorolta ezt, amikor a hajakat befestette, aztán tovább tilt, és a saját világnézetét festette meg a különböző anyagokra, hol vászonra, hol pedig egyéb lemezekre. Én köszönöm szépen, hogy ennek mi is részesülhetünk el, és hiszen van egy nagyon szép festményem, amit tőled kaptunk, és köszönöm szépen, hogy egy tájfotómat egy alakkal a háttérben megfestetted, és ezért is éreztem azt, hogy mindenféleképpen szeretnék ma szólni, mert csodálattal figyelem azt, hogy a saját magadtól tanultad a festészetet, tehát nem iskolában magadtól a módon készítetted, tanultad meg, és milyen csodákat vagy képes létrehozni. Én ügyetlen kezeimben mindig csodáltam az embereket, akik papírba, fára, fémre, kőre nem úgy tekintenek, mint egy-egy anyagra, hanem úgy, mint egy szép műre, és utána pedig ilyen csodákat látod, mint a festményen is, és a saját valóságát, saját világnézet és saját színvilágát tudja formára ölteni, és ezzel minket is önököttetni. Úgyhogy Erzsike, nagyon sok képet gyártsál még nekünk itt a városban. Bízom benne, hogy itt tudunk lenni majd a második, harmadik, ötödik kiállításodon is a városban, és mindig új műveket láthatunk, de megígérem, hogy a te műved, amit kaptunk tőled, az a mi szobánkban mindig méltó helyen lesz. Úgyhogy gratulálok hozzá, és ajánlom mindenkinek megtekintés a kiállítást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm. Mi is köszönjük, és most Erzsikének adnám át a szót. Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek megnézni a műveimet. Először is köszönetet mondok a polgármester úrnak, hogy megtisztelt engem a művelődési háznak, és nem utolsó sorban az énekkarnak, és Máté Ritának, hogy ilyen szép bevezetőt tett. Én magamról azt hiszem, hogy nem sokat kell mondani, mert olyan vagyok, mint a rossz pénz, mindenhol megtalálnak, meg megismernek. Esetleg annyit mondanék, hogy a nevemet, az arcomat sokan ismerik, de a lelkemet nem. Úgyhogy így talán a képeken keresztül egy kicsit azt is adom. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ja, és még ezt a képet szeretném a művelődési háznak és a palócportálnak ajándékozni ez alkalomból. Köszönöm szépen!
büszkén fogjuk. Erzsike, engedd meg, hogy a Népdalkör nevében szívül gratuláljak neked ehhez az eredményhez, hogy ilyen szép kiállítás is, önálló kiállításod van. Végre. Nagyon örülünk neki, és fogad szeretettel ezt a pár szám virágot. És még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen mindenkinek. Gratulálunk, mi is a baráti kör tagjai. Azt szeretnénk közölni vele, hogy csodálatos képeket festesz. Továbbiakban is buzdítunk, hogy főleg te. hogy készítsen szép képeket örömünkre. Nagyon szépen köszönöm. Aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a megtisztelő feladatot, amire felkértél, és további boldog, öröm, lelki életet, hogy ilyen csodálatos képek tegyenek. Szeretettel invitálok mindenkit, hogyha megnéztétek a képeimet, hogy itt kint van egy ilyen kis terülterű asztalkám szerényen, de fogyasszátok szeretettel. Köszönöm szépen.